István, milyen kiállítást tekinthető meg most a trafikban? Hát ez nem is kiállítás, inkább egy installáció, ez egy Betlehem, amit már régi álmunk volt, hogy berendezzük a trafikot egyik alkalommal kortárs módon Betlehemnek. Két éve már volt próbálkozás, de az csak egy díszlet volt. Most viszont Torci Józsi segítségével egy egész érdekes dolgot csináltunk itt, és azt hiszem, hogy én nem is rabolom a szót, ezt mondja el Józsi, hogy mi az üzenet, és egyáltalán hogy készült ez az egész. Hát akkor mondom, valóban Betlehem. Amiről érdemes azt tudni, hogy ezt a egyébként közismert Assisi Szent Ferenc a 12.-13. század fordulóján, szóval ő találta ki, és az egyszerű hívő népség nagyon rákapott erre az ötletre, és azóta szokás Betlehemet készíteni vagy állítani valamiképpen, különben nem is lenne. Aztán, hogy ezt megcsináljam, hát a legegyszerűbb ötletet találtam ezekkel a dobozkartonokkal, és akkor félig meddig vannak csak kivágva az alakok, másfelől meg meghagyva, hogy annál őszintébb legyen, hogy ez miből van. És hát így a szokásos figurák kerültek oda, a Szent Család, két angyal van, a pásztorokat jelképezi egy tábla, és akkor vízkeresztkor, ahogyan beszélgettünk róla, kerültek oda három királyok. A kis Jézus meg úgy szintén stílusosan egy ilyen üzleti doboz, kartondobozban van az a jászol, úgyhogy a szalma jelzi ott igazából, hogy mégis miről van szó. Na most annyi a megformálásban egy kicsit a hagyományostól eltérő, hogy én az egyik angyalt egy kiáltó, hírt adó figurának mutattam, mint ahogy azok hírül adták. A másik az meg zuhan lefel az égből, és egy keresztet tart, tehát már benne van a jóslat, hogy keresztfalára született ez a gyerek. Én ennek a két dolognak így az ütközését egy nagyon drámai feszültségnek érzem, nem nagyon emlegetik, de hát így van. De vannak más dolgok is, amik egyébként nem szokásosan egy betlehemi képbe. Így van, a három királyoknál meg az egyik, amelyik ottan térdet hajt, egy tövis koronát hoz, úgyhogy a tömjén a mirha, az arany, ezek úgy ismerősek, meg jelképes ajándék, ki szokták fejteni, hogy mit jelentenek. Hát a tövis koronát nem is kell fejtegetni, egyből érthető, hogy megint itt miről van szó. A pásztorok kis csoportja, hát az olyan bámész köznép, aki mégis érdeklődéssel fordul a jászol felé, és akkor van még két mellékszereplő, a szamár és az ökör feje, amelyek szintén hagyományosan részei ennek a jelenetnek. Most ami nekem a dologban tényleg így érdekes módon tetszik, hogy ezt igyekeznek úgy megjeleníteni, ha ilyen betlehemet állítanak, hogy az tényleg valami istálló épületre legyen jellemző. Hát itt pedig az istállót, ez a városunk egyik kincse, a Rizzolinak, ez a trafik épülete. Az előbb azt mondtam viccesen, hogy ez egy betonistálló, amiben az említett figurák olyan puritán módon jelennek meg, szóval szellősen, hézagosan, és nincs egy csomó olyan belső részlet, mint egy istállóban lenne, úgyhogy én gondolom, hogy ez is tényleg úgy megállítja azt, akinek a szemes arkából látszik, és megnézi magának. Meddig állíthatja majd meg az embereket? Hát úgy tudom, hogy február 2. az hagyományosan a határideje, ennek határnapja, ennek az időszaknak, és hát majd akkor gondolom úgy intézzük, hogy akkor szedjük le. De addig hadd jöjjenek. Hogy magyarázzam meg, hogy mitől kortárs mondjuk ez a beton istálló. Célunk mindig az volt, hogy kizökkentsük, meghökkentsük az embereket, és a kizökkenés mindig kérdést vet fel az emberben, aki kizökkent, és ezt a kérdést általában az ember törekszik, hogy megválasz, hogy választ kapjon rá. Én úgy gondolom, hogy ettől többről nem kell szóljon valami, és ez azon túl, amit Józsi elmondott, ez erről is szól. Kérdést vessen fel, és az válaszolódjon meg valahol, vagy merüljön fel az igény a válaszra.